Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Nagyjából egy hónap előtt publikáltuk azt a videónkat, ami igen komoly visszhangot váltott ki. Ebben a videóban Attila számolt be arról a bántalmazás élményéről, amiről legelőször anonim módon 2016-ban számolt be az Index. Ebben az adásban megnevezte azt a papi szemét, aki a bántalmazója volt, Szűcs Balást. Az adás után többen jelentkeztek nálunk, akik szintén áldozatai voltak Szűcs Balázsnak. A mai adásunkban ketten vállalták azt, hogy anonim körülmények között beszámolnak arról, pontosan Miket kellett átélni, hogy miket tapasztaltak, velük fogunk most beszélgetni. Sok szeretettel köszöntelek benneteket a stúdióban. Ugye ezt az interjút úgy vállaltátok, hogy a személyazonosságotok az anonim marad, ezért most senkit nem szólítok a nevén. Kezdjük azzal az egészet, hogy hogyan értesültetek először az Attila által elmondottakról. Tehát ti melyik cikket olvastátok először, melyik nyilvános megjelenése ennek az ügynek volt az, ami először elért hozzátok? Az indexes. Azt hiszem, mondom erről biztos? Igen, az indexes. Tehát ez 2016-ban volt? 16. 16. Igen. október. Ez egy teljesen új információ volt számotokra, amit, amiről ott beszámoltak Balázs atyát illetően, vagy pedig megerősítette esetleg korábbi benyomásaitokat, vélekedéseiteket? Az információ az nem volt új, tehát úgy tudtuk, hogy nagyjából mivel támadják. Nekem az ott egy ilyen, függöny fölemelés volt leginkább. Hogy addig erőteljesen tagadtam, és akkor, amikor olvastam a cikket, akkor éreztem azt, hogy aha, hogy ebben tényleg van valami. És így előjöttek az emlékek, hogy ezeknek egy részén átmentem én is. Szóval én ott voltam mellette abban a bankai táborban 16 nyilván, amikor megtudta, hogy a Big Buras úr hívja magához, és hogy komolyabb hogy komolyodik az ügy. Ott, ott idegeskedett, és, és utána én meg is kérdeztem tőle, vagy megkérdeztük, hogy, hogy akkor ez mi, és azt mondta, hogy ezzel ne foglalkozzunk, ez el lesz simítva eddig, és minden rendben volt, ez után is minden rendben lesz. És az indexes cikk, ami októberben jött, utána én is elgondolkoztam, hogy hát ez, hát ez kilógaló mondjuk így. Tehát nem azt mondta, hogy tagadja ezeket a vádakat, hanem azt arra hivatkozott, hogy ez el lesz simítva. nem tagad. Azt mondta, hogy minden rendben lesz. Igaztalanul úgy gondolta, vagy azt kommunikálta, hogy igaztalanul vádolják alapvetően. Értem. Menjünk vissza az időben. Hogyan ismerkedhetett meg Szűcs Balázsal? Hány évesek voltatok, amikor kapcsolatba kerültetek vele? Hát nagyjából olyan 13-14 éves volt, amikor elkezdtünk ismerkedni, vagy hát ő volt. A az iskolánkban az egyik hittantanár, majd szó iskola lelkész, és, és utána mi jártunk közösségekbe, és ott, ott, is, ott is találkoztunk vele, és onnantól kezdve én hozzájártam rendszeresen gyónni, mindig ott volt az iskolában, lehetett hozzá menni, mindenki tudott fogadni. Ez nem 13 éves koromtól 17-18 éves koromig. Milyen benyomásait voltak róla? Tényleg önzetlen. Tényleg mindenkivel tudott foglalkozni, úgyhogy tudtam, hogy nagyon sok programot szervezett, nagyon sok programon részt vettem én is. Tele volt a naptárra, szinte napra pontosan, de mégis megszólítható volt. És csupa szív embernek ismertem meg. Igen. Én is iskolából, közösségekből ismertem ugyanúgy illetve családilag jóba voltunk, nagyon sokat segített, nekünk egy időben. Igen. A cikk megjelenés előtt volt-e bármilyen akár személyes tapasztalatotok, akár közvetlen vagy közvetett értesülésetek arról, hogy Szűcs Balázs visszaéle azzal a bizalommal, amivel fiatal megtalálják őt? Én nem tudtam róla, és nem is sejtettem, 14-15 voltam, max. 16, nem foglalkoztam ezzel, uh -huh. nem láttam mást, csak a búrát. A, a cikk kijövetele előtt ugye már nagyjából egy évvel elkezdődtek a, a, az egyházi eljárások a Balázs ellen, és ennek azért, mint hozzá közel álló emberén, láttam nyomait, jeleit, nyilván azt tudtuk, hogy, hogy felfüggesztették a, a, a misérzését, tudtuk, hogy elvették tőle a privániát. tehát azt, azt, tudtuk, hogy baj van és, és, támadják, Arra is volt nagyjából is ejtés, hogy mivel, de, de azért az, az elég szépen kemve volt. Ja, látszott, hogy baj van, konkrétan magát nem tudtunk. Nem is tartottátok fontosnak gondolom abban az időben? Hát azért érdekelt volna. Valamennyire érdekelt volna, de valami teljesen más reakciót vetett ki a hozott ki az emberekből, Hogy például valaki azt mondta, hogy ez biztos valami politikai nyomás, és valaki nagyon keresztbe akar tenni a múltjából a Balázsnak, és, és hogy őt el akarják most meszelni, mert hogy túl nagy hangot csinál, és mi meg ezt úgy értük, meg, hogy túl sok jót csinál. Uh -huh. És hogy ezért, ezért akarják, mert egy nem egy szokványos hétköz, úgymond jó értelme vett, hétköznapi plébános vagy lelkész volt, hanem tényleg nagyon sok, sok embert mozgatott, sok embert tudott mozgatni, és a hívek szerették, szinte mindenki. Ugye mikor először találkoztunk, akkor beszámoltál egy hasonló történetről, amelynek elszenvedője voltál, mint ami Attilával is megtörtént. megosztanád ezt a nyilvánossággal? Igen, velem is hasonló volt, mint az Attilával, a poc, ami pocózás néven futott. Um, általában ilyen meghitt pillanatokban a gyónás után, amikor gyóntam, utána um, elkezdett ölelgetni néha, ilyen pár alkalomkor, és, és egyszer még uh, adott minden gyónás után szokott, vagy szokott volt puszit adni egyik-másik oldalra, és az egyik ilyen puszi az így félrement, és így az ajkamra esett. És akkor én ott elgondolkoztam, hogy úristen, akkor az életem első csókja az egy pappá volt, de ezt egy elhesegettem magamba, és nem is maradt meg bennem ezt. Később beszélgettem egy pszichológussal erről, egy terápián, és azt mondta, hogy ez nagy veszély lehetett volna, de hogy bennem ez így nem tapadt le, és nem érzem magam annyira nagyon. Szóval én nem emésztettem magamat sokat ezen, hanem azt mondtam, hogy ja, ez biztos valami véletlen fordulat volt, és aztán később az indexes cikk után, vagy amikor már tényleg laicizálták, utána jöttem rá, hogy ez nem feltétlenül véletlen műve. Amikor ölelgetted, hogy bármilyen más módon közeledett hozzád, érte olyan testrészethez, amivel ezt te nem szereted volna, hogy ő hozzáérjen? Hmm. Nem. Alapvetően nem. Az ő vonalomon lejjebb nem volt semmi volt, hogy fogta az övemet, vagy a, alatt a, a volt a tenyere közepe, vagy valami ilyesmi, de... de, nem éreztem soha annyira kínosan magamat, vagy hát... Hány éves voltál akkor? 15. 15. És amikor jelezted, hogy a számodra a terhes vagy nem kívánt, akkor ő változtatott a viselkedésen? Nem jeleztem. Nem jelezted? Nem jelezted. Ezen át sohantunk mindig hát egy, egy ilyen úgymond puszi vagy csók volt és kb. kb. kettő vagy három ilyen vonalfogás. Több nem is. Ferid, volt valamilyen közeledése? Igen, nekem valami a fiatal koromban, olyan 13 éves korom környékén, amikor nehezebb volt a családban sokat segített akkor, nagyon hasonló a történet, mint az Attila, legalábbis az eleje, hogy sokat beszélgettem vele, nála is voltam, rendszeresen volt az, hogy elmentünk kocsikázni, és akkor félreálltunk, beszélgettünk, ilyenkor sokszor volt, hogy hátraültünk, de, de volt, olyan, tehát olyan is volt, hogy maradtunk, sofőr és és akkor úgy indult el ez a bizalmas beszélgetés, majd abból a leegetés, póló alatti simogatás, nyakmuszérgatás, ezek a dolgok. egyszer vagy kétszer, ez mivel régen volt, nem teljesen tiszta, szerintem kétszer, de egyszer biztos történt meg, hogy a szokásos a hassimogatásnál elindult öv alá a keze, akkor én ö, leszorítottam, ezzel tudtam jelezni neki, hogy ezt, ezt, ezt nem szeretném. Nem jutott el nem is és ezekkel, ezzel meg is állt a dolog, tehát akkor így, egy idő után így a is nem a kapcsolatot, és, és ö, sokszor beszélgettünk, ugyanígy ö, volt még üzi hasimogatás, csak puszélgatás, de aztán szépen lassan elkopott ez az éves folyamán, ahogy, ahogy rendeződött a családi hátterem, ahogy stabilabb lettem, úgy ő is hátrébb állt az életemben. Tehát egyrészt itt sokat is segített, másrészt pedig nyilván, amikor amikor nehéz a gyereknek, akkor, akkor sebezhető és támadható. Nem gondolom, hogy ezt támadásnak gondolta. Nyilván valamennyire az lett belőle, mert ez, ez nincs a egészséges hatással egy gyerekre, de így. Hány éves voltál akkor? 13 körül. Tehát 13 éves korodban történt meg az, hogy megpróbált volna benyúlni a nadrágodba? Nagyjából igen. Azt a ti tapasztalataitok alapján el lehet mondani, hogy az egy ilyen visszatérő mintázat Szűcs Balázsnál, hogy általában hátrányos helyzetű vagy szociális helyzetében sérülékeny fiatalok felé próbálkozik ilyesfajta illetlen módon? Igen, beszéltem más uh, fiatalokkal is, akikkel, akikkel, hasonlók történtek, és azért ez egy mintázat, hogy, hogy uh, akikkel segít, azokkal Kerül olyan bizalmi viszonyba, nyilván azokon segít, akiknek szükségük van rá, akik lelkileg labilisak. És mindig úgy mentek ezek az esetek, hogy hogy rákérdez a, a nehéz témára, ami éppen megviseli a, a fiatalt, és, és akkor arról egy ilyen kiterrókozós beszélgetés, és abból mentek át. Velem is így volt akikkel beszéltem, ők is hasonlókkal számoltak be. Tehát akkor te tudsz róla, hogy vannak további áldozatok is, akik hasonló kommentek keresztül, mint például te. Igen. ez? Kettőbe vagyok teljesen biztos. És vannak, akik még úgy gondolom, hogy lehetséges. A te tudomásod szerint hány ilyen áldozatról lehet még szó? Szerintem ez a kettő fedésből van teljesen, amit ő mond, amit én, mivel ugyanannal jövünk. Ugye Szűcs Balázs kiterjedt munkát folytatott abban az értelemben is, hogy rengeteg tábor szervezeti, karizmatikus egy egyénisége volt a közösségnek a ti tapasztalataik alapján, hiszen közel álltatok hozzá, a 2010 utáni években, amikor nagyjából követhettétek az ő szakmai pályafutását, hány gyerekkel kerülhetett ő kapcsolatba? Hát az, akivel élő kapcsolatot folytathatott, és tudta a nevét, és tudta, hogy honnan származik, meg most Délvidék, Kárpátalja, Erdély, vagy anyaországból, vagy valahonnan máshonnan. Szerintem ilyen 2010 után 1000-1500 biztosan. Vagy több, vagy 2000. Egy-egy ilyen táborosztatás alkalmával hány segítője volt, tehát hányan láthattak rá arra, hogy mi zajlik ezekben a táborokban? Száz környéke, igen. vagy több. A segítők? Is talán. Mm. segítők igen. Igen. De a segítőknek mondjuk jelentős része Fiatal, sőt, nagyrészt fiatal felnőtt volt, sőt, voltak 17 évesek is, tehát egész fiatal vonta már be a segítő munkába is a... Meg egyetemisták. Igen. Főleg 17 és 25 éves kor között voltak a javaki táborosztatott, például Csománkán. Akár a ti személyes tapasztalatotok alapján, akár ezen táborosztatók tapasztalatai alapján, ismeritek őket, fölmerült a olyannak, annak, hogy ő ezeket az életéktelen nyúlkálásokat folytatta volna a táborban is. Amikor kilobbant az egész ügy, mondjuk 16. októberében, akkor volt pár olyan nagyon úgymond, tűzhez közeli felnőtt, aki akkor is felnőtt volt, amikor ezek a táborok voltak, hogy nekik van -e valami felelősségük az egészben, és hogy nem vették -e észre, vagy láthatták volna a jeleket, és ez komoly lelkiismereti gondokat okozott egy embernek biztosan, akit ismerek. Igen. És, 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 és úgy fogalmazott az, egy, az ismerősöm, hogy ő látott valamit, amint hogyha papíron lát és olvas egy ismeretlen atyáról és egy ismeretlen gyerekről, akkor ö, azt mondja, hogy ez, ez erre figyelni kell, ez, erre oda kell figyelni, ez utána kell menni. De úgy, hogy ismerte a gyereket is, és ismerte a bolást is, így azt mondta, hogy ez, ez, biztos, hogy nem az, aminek látszik, vagy biztos, hogy nem egy olyan jel, ami utána, ami utána kéne menni, aminek utána kell menni. Konkrétan mit látott? Azt nem tudom. Azt nem tudod. Nem kérdeztem. Nem mondta. Nem is kérdeztem. Sokan mondták, hogy, hogy uh, nyilván utólag okos az ember, de ugye, amikor visszagondol, hogy hogy ezt is látom, azt is láttam, és hogy akkor ezek fel kellett volna tűnni, hogy, hogy uh, ilyenek voltak, hogy rendszeresen ugyanazzal a néhány gyerekkel kocsikázott a. a melyik sorsú árva gyerekek közül rendszeresen látában mindig ugyanazzal néhány gyerekkel volt szorosabban, hogy vitt őket jobban ide-oda, mint a többieket. Tehát ezt többen mondták, akik már a korábbi években is idősebbek voltak, hogy ez fel kellett volna tűnjön nekik. Esetleg volt is egy, egy olyan pont, amikor egy kósz megkérdőjelezésig eljutották, de, de de azt mondták általában, hogy elvakított őket a Balárnyak a személyisége, és elhessegettek minden gondolatot, ha esetleg előjött. Ki lehet jelenteni, hogy ő tudatosan manipulálta a környezetét azért, hogy elaltassa a gyanújukat? Nem merem. Én sem gondolom. Sokkal inkább gondolom, hogy ez nem volt nála tudatos. Uh -huh. Hát, hogy alapvetően őszinte és, és lélekben élő embernek ismertem meg, és hogyha ezt tudatosan csinálta, az egy olyan, olyan, hát nem is tudom, filmes főgonoszhoz élő brutális átgondolt cselekedet, ami, amiben nem lehet élni. Tehát, hogy, és, és tényleg az az, az szolgált, amit mellette csinált, azzal ez egyszerűen nem fér össze. Beszéljünk mindjárt Beszéljünk mindjárt erről is, de hogy azt, akkor kérek, hogy meséljetek egy kicsit többet, hogy ugye azt mondtad most te is, hogy kifejezetten árvák vagy félárvák, nehézsorsú gyerekeknél lehetett azt tapasztalni, hogy egy ilyen közeli viszony kialakítására törekszik. Ez akkor mégis csak egy mintázat, hogyha jól értem, amit elmondtál. Hány ilyen gyerekkel lehetett kapcsolat a ti tapasztalataik alapján? Ez most a tépréssze? amiről konkrét értesülésetek van, és amit felelősségek kimertek jelenteni. Én kettesben elmenős, kocsikázós, táborból kiemelős, elvívős kapcsolatokon lesz. Amiben ott nem feltétlenül hogy tudjuk, hogy mi volt, csak nem tudjuk, mi volt, a... de fölkeltheti a gyanunkat. Mm. 10 plusz, az biztos. Hát igen, az biztos. Tehát legalább 10 környékű gyerek. Mm. Beszéljünk egy picit erről az aspektusról, ami eddig kevésbé volt tárgyalva, hogy ugye Szűcs Balázs karitatív tevékenysége számos cikkben előkerült, vagy számos megnyilatkozásban előkerült. Kérlek, hogy erről, hogy mi volt az, ami megkülönböztette az ő elköteleződését, attraktivitását kifejezetten az ilyen karitatív tevékenységek területén? Nagyon nagy volt a flow körülötte, mondom, ez Abszolút. Szóval, hogy volt mindig, legalább havonta, vagy maximum két havonta egy nagyobb kaliberű történés, plusz még a heti rendszerességű és, és egyszerűen nagyon jó volt körülötte lenni. Azt érezted, hogy fejlődsz, a lelked is fejlődik, látsz, világot látsz, magyarokat ismersz meg határon innen és túl. Valami jó volt. Ő elsősorban is alapvetően és alapvetően ifjúsági és gyerekprogramokat szervezett. Igen, igen, és azt meg hozzátenném a neki a karizmájához, hogy iszonyatosan nagy lángol égett. Tehát, hogy ez a fiatalok, nehézsorsúak gyerekeknek való szolgálat, ezt olyan szinten égette két végén a gyertyát, hogy tudom, hogy hónapokon keresztül nagyjából egész éven át egy-egy elmenősetre eltekintve három órákat adott naponta, és így is szívvel élekkel vitte. Tehát, Na, nagyon sokat beletett, és az egészségét is feláldozta azért, hogy, hogy csinálhassa. És ez, ez meglátszik, amikor ennyire szívből csinálja valaki. Uh -huh. És van van, behúzó ereje. Nem véletlenül, hogy ennyi fiatal van hozzá. És valószínűleg ez is lett úgy gondolom, hogy soha nem pihent, vagy nem nagyon láttuk pihenni. Olyan, hogy a Balázs hogy egy hétre, vagy akár egy hónapra, úgyhogy csak magával foglalkozzon, vagy olyan reflexiót gyakoroljon, Ugye hát én soha nem láttam tőle. Azok a történtek, amiket megosztottatok magatokról, azok mikor történtek? Tehát mikor volt az, hogy így közeledett volna hozzátok? Nekem 2015. 2015. 2010 az a környék. Melyik az Ugye ez azért fontos, mert az Attila egy 2000-es évek első időszakában Jó. történt eseményről számolt be, te a 2000-es évek végéről, te pedig 2015-ről. Tehát akkor itt legalább egy másfél évtizedes eseménysorról beszélhetünk. Igen. Amikor megjelent az index ez a közösségre hogyan hatott? Hogyan próbáltatok kapcsolatba lépni Szíjcsbalászsal? Hogyan beszéltétek vele erről az egész helyzetről? Pánik volt leginkább. Tehát, hogy uh, egyrészt uh, voltak akik, akik utána is tagadtak meg, mert annyira erőteljes volt még mindig az, hogy, hogy a Balázs és voltak akiknél leesett. És aztán nyilván akiknél leesett, ők, ők, elkezdtek erről beszélni, és, és ez egy, hát egy borzasztó fájdalmas időszak volt, hogy ezt megérteni, feldolgozni, megosztani egymással. Voltak ilyenek, hogy összeültünk megbeszélni, hogy Oké, okay, most mi történt, mit álltunk? Nálunk szerintem szerencsés ebbek közé tartozunk, mert tényleg tudtunk erről a közösségi szinten is beszélni. Nyáron találkoztam egy emberrel, aki mondta is, sajnálkozva, hogy hát kár, mert a Balázs nem kellett volna így elkaszálni. És és mondtam neki, hogy a teljesen máshol áll a feldolgozottság szintje, mint nekünk. Mi elkezdtünk 2016-ban feldolgozni, vagy 17 ben már aki, de több olyan, ahol Balázs régebben volt, több olyan így lokáció van, ahol például máig is, vagy a, az Attilás videó után döbbentek le, hogy ez valóság volt. Szóval szerintem ilyen módon mi szerencsésebbek vagyunk. Szerintetek mi az, amit az egyház elmulasztott ebben a történetben, ha van ilyen mulasztása? Hm. Szerintem az... Ezt igazából nem, nem tudom megítélni, és talán nem is tisztem. Tehát, hogy bár, bári... Eléggé belementem a helyzetbe és azért sok minden tudok róla, mert nyilván olvastam, és már érdekelt, így, hogy, hogy érzelmileg is érint a téma. De még itt se tudok belelátni annyira, hogy azt mondjam, hogy ez itt a pont. Mit tudok róla most jelenleg, hol van és mit csinál? Azt tudom én hogy um, már Erdélyben sem foglalkozhat állakkal és um, intézetekkel, de Erdélyben tartózkodik valahol. Attila kiállásáról mit gondoltok? Szerintem fontos kiállás, mindenképp fontos kiállás, um, és, és jó, hogy, jó, hogy kiállt. Um, az, hogy utána mi lett vele, meg hogy hogyan állt ki, az, az ugyanúgy nem az én tisztem hogy ez jogos-e, hogy őt vádolják most valamivel, vagy hogy ő túlságosan törtető volt, vagy, vagy stb. Személyesen nem ismerem az Attilát. Ha az volt a célja, az viszont egy szent cél, hogy ne történhessen több abuzálás, akkor, akkor még akkor is, hogyha ha őt vádolják, akkor is már megérte, szerintem. Ez a misszió, hogy, hogy, hogy a másokkal ne történhessen meg, ebben szerintem volt komoly szerepe az Attilának. Tehát, hogy az egyház már korábban eltiltotta a misődéstől, de, de attól még az egyéb ügyeitől nem volt annyira eltiltva. Tehát ez, a, a nyilvánosság hát egy kicsit elbújította a szönyeget a Balázsra és is a dolgai. Tehát ö, a 2016 után is háttérből szervezett még tábort. A, most már nem szervez. Ö, meg, ö, meg, 2016 után még tartotta a kapcsolatot a, a korábbi táborosztatott árvák házaival. Környezet Most már, amennyire tudom, nem tartják. Tehát, hogy ez azt hiszem, hogy a nyilvánosságnak köszönhető, hogy, hogy uh, kicsit eltolt, el lett tolva ezekkel a körökkel. Uh -huh. És ez, ez azt hiszem, hogy alapvetően üdves. Mit üzenétek esetleg azoknak a további áldozatoknak, akik nézik ezt a műsort? Hát ők valóban áldozatoknak érzik magukat akkor mindenképp keresik fel a plébánosokat, vagy a lelki vagy egy szakembert, és kérjék ki a véleményét, vagy, vagy több szakembert, és kérjék ki a véleményét, hogy mit, mit tegyenek. Igen, tehát az ember úgy gyógyul, hogyha beszél a bajára. Nyilván szerintem alapvetően nyilvánossághoz az forduljon, aki, aki már gyógyultnak minősíti magát. Tehát, hogy a nyilvánosság az nem pszichológus, meg nem egy barát, aki tud segíteni. Beszélnek a maszokkal, akiket szeretnek. Én még annyit mondani, hogy Ferenc pápa mondta azt, hogy a papok azok olyanok, mint a repülők. Hogyha látsz egyet az égen, akkor csak megmond a vállad, nem történik semmi, de ha az egyik lezuhan, akkor abból a hírérték lesz egyből. És hogy becsüljük meg a kedves papjainkat. Köszönöm mindkettőtöknek, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen, hogy vállaltátok a nyilvánosságot. Ez volt a beszélgetésem Szűcs Balázs két korábbi áldozatával, hogyha te magad is érintett ennél bántalmazás történetek, hogyha te magad is szenvedtél volna el a búzust, akkor van egy e-mail címünk, egy protonmiles e-mail címünk, amit a leírásban megtalálsz, és hogyha szeretnél a nyilvánosság elé állni a történeteddel, akkor ezen keresztül felveted velünk a kapcsolatot. A leírásban partizán címen keresztül ezt megteheted. Munkatársanyagban köszönöm szépen a figyelmedet, hamarosan találkozunk, minden jót!